Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes tanító székében ülnek. Tegyétek meg és tartsátok meg ezért mindent, amit mondanak nektek. De tetteitekben ne kövessétek őket, mert tudják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségbe szeretnek a főhelyeken ülni, és a zsinagógákban pedig az első székekben. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki magát fölmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, fölmagasztaltati. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim, ez a három szentírási szakasz Malakiás könyvéből, az első tesszalonikai Jakozsép levélből és Máté evangéliumában szorosan átjárják egymást. Hittől megvilágosított értelmünk úgy tudja, hogy összefüggnek. Malakiás által az Úr meginti a papokat, akik a tanítást hamisították meg, tehát ott nagy baj van, az álprófétákról szól, és megszegték így a szövetséget. Szent Pálnál pozitíve látjuk, hogy amikor Isten szavát hallották tőle a tesszaloniki hívek, akkor azt nem emberi tanításként, hanem Isten üzeneteként fogták. Jézus pedig azt mondja, hogy a farizeusok és írástudók tekintély alapján szólnak. Mózes tanító székében ülnek. Tehát akkor is kötelez a tanításuk, ha ők nem tartják meg. Testvérek, azért ez három különböző írás. Egy történész azt mondaná, hogy ezeknek lényegében semmi közük egymáshoz. Jézus előtt pár száz évvel, aztán Jézus korában az evangéliumokból vett részlet, és egy apostol írat. Mi viszont úgy tudjuk, hogy ezek összetartoznak. Miért tartoznak össze? Ki tudja azt, hogy ezek összetartoznak? Maga az egyház tudja, hogy ezek összetartoznak. Az első és második század Jézus Krisztusban hívő népe, az egyháznak egy alapvető meggyőződése, hogy Jézus szavai és tettei, melyek az evangéliumban olvasható, az Ószövetség könyvei és egyes apostol írások, levelek összetartoznak. Egy nem hívő történész ezt el nem fogadhatja tudományos alapon. Miköze egy zsidó prófétai írásnak Krisztus előtt mondjuk, és miköze Jézus szavaihoz és tetteihez, és miköze egy Jézus halála után keletkező keresztény iratnak egymáshoz. Egy dologban azonban, ha ez a tudós valóban történet tudós, és nem a saját fantazmagóriáira épít, egyet mint tényt el kell fogadni, egy megdöbbentő tényt, hogy a keresztény egyház az első és a második században, tehát keletkezése idején ezeket az írásokat összefüggőnek, egymáshoz tartozónak tudta.
egyház pedig ezt azért tette, saját iratait oda merte tenni a Szentíráshoz, az Ószövetséghez, mert magát új Izraelnek tudta. Egyébként Jézus az a jelzést adott a korabeli zsidónak, hogy 12 férfit választott ki. Mert már csak két törzsről tudtak a zsidók. Nem tudták számon tartani a többet, de azt remélték, volt egy ilyen várakozás, hogy amikor eljön a Messiás, akkor ő restaurálja Izraelt, 12 törzsét. Ezzel jelezte a kortársaknak, mikor azzal a 12 férfival járt, akinek hatalmat adott, hogy ő kicsoda. Na most, hogy az egyház magát új Izraelnek tartotta, testvérek, aki az Ó és Új Szövetséget szétválasztja, az azt választotta szét, amit Isten egybekötött. Az leköpte a názareti Jézust. Annak semmi köze a kereszténységhez. Mondjak még erősebbet? Alássa mindazt, amit Krisztus tanított. Miért? Mert az első megnyilatkozás az egyháznak, hogy ő az új Izrael. A világ végi, felújított és megújított Izrael, amely most már a pogányokat is befogadja. Tehát az első századokban egy helytelen elképzelés, hogy voltak olyan kis intim kis gyülekezetek, akik a maguk kis magánhitével, a kis imádságaikkal úgy szét voltak szórva a római birodalomban. Nem! Az egyetemes egyháznak tudták magukat tagjának. Mert ha az egyház a megújított és felújított Izrael, akkor ezek a csöpnyi gyülekezetek nem úgy élték meg, hogy külön kis gyülekezet, hanem az egyetemes egyház része. Te minek alapján? Jézus alapján, aki vállalta a zsidóság szolgálatát, vagyis a próféták jövendőléseit beteljesítette. Tanítását, halála és föltámadása igazolta. Fontos, hogy még az első Izrael tagjai ismerték föl az egész Ószövetség beteljesítőjének. Bocsánat, mi a mai zsidó testvéreinknek is mondhatjuk, hogy ezt nem mi, magyarok, meg franciák, tehát a pogány népek találták ki, hanem a ti népetek ismerte föl Jézusban a beteljesedést. Csak egy része nem fogadta el. Nem az a csoda, hogy nem fogadta el, az emberiség egy része mindig mindentől lemarad, hanem az a csoda, hogy a zsidóságon belül úgy tudják, hogy a názáreti beteljesített mindent. Ő a Messiás és az Isten fia. Nagyon jó, hogy vannak ma igaz hitű zsidók, mert azok bizonyítják a mi hitünket. Ha őket megkérdezzük, akkor azt mondják, hogy a názáreti nem volt a Messiás, mert meghalt. A szűzanyának mit mond az angyal? Uralkodni fog Dávid házába mindörök, és országának nem lesz vége. Tehát, hogy kivégezték, az bizonyíték, hogy Jézus nem volt az a fölkent király, aki uralkodik mindörökké, mert megölték. Na most itt történt valami. Amikor harmadnapra ezek a zsidók látják, mégpedig testben, nem a lélek továbbélésébe hiszünk csak, Jézus megmutatta a testét, és azt mondja, tapogassatok meg, de nem volt már kötve az anyaghoz, ehhez az anyaghoz, akkor ez a 11 zsidó azt mondta, de igen, Jézus a Messiás, mert most derült ki, hogy a halálon is uralkodik. Tehát visszájárulban, az Ószövetségben nem lehet kikövetkeztetni Krisztust, hanem Krisztus a beteljesedésből lehet mindent megérteni, amit Isten azelőtt töredékesen mondott. Nem mondhatod másképp. Mert Jézus Krisztus nem lehet kimondani Jézus Krisztus előtt. Csak képeket adott, csak reménységet ébresztett a szívükbe. Tehát maga a korabeli zsidóság, aki találkozott a föltámadt Krisztusra, majd a benne hívők, úgy tudja, az Ószövetséget beteljesítette.
belőle értelmezték a prófétákat és annak írásait. De ha beteljesítette az Ószövetséget, akkor azt is jelenti, hogy most már nem csak a zsidók tartoznak az Isten országába. Mert ez az egyetlen nép, testvérek, az egyetlen, amelyik nem Istentől eredeztette magát, mint ahogy a pogány magyarok is, meg az összes mindenféle itt, hogy mi testi leszármazottjai vagyunk egy Istennek, hogy ne. A semmiből teremtett. És nem zsidót teremtett, hanem embert. A Szentírás első 12 fejezete rendkívüli fontos egy zsidónak. Őket csak kiválasztott egy szerepre, mint ahogy most téged, minket választott ki, hogy mondd tovább! Nem azért választott ki, mert jók vagyunk. Ez egy szerep, egy küldetés, amivel ha nem azonosulunk, eláruljuk. Igen, de a zsidóság tudta, hogy amikor eljön a Mesiás, akkor a pogány népek is beléphetnek a szövetségbe. Meg se értjük Jézus az új szövetség, az ószövetség nélkül. Az utolsó óráiban mit mond? Ez az új és örök szövetség, amiről Jeremiás beszélt, hogy majd már egy lerombolhatatlan szövetséget ember is között, mert ő maga Isten és ember. Ez már lerombolhatatlan, mert az emberi oldalon is már itt áll az Anyaszentegyházban. De ha beteljesítette az Ószövetséget, akkor ki is nyitotta az utolsó ítélet felé, a teremtésnek a végső megvalósulása, újjáteremtése felé. És ez a felismerés, hogy kicsoda Jézus, a nagy beteljesítő, maga Isten fia, aki emberré lett, ez a felismerés lett az evangéliumok alapja és az apostoli leveleké. Tehát maga az Úr Jézus az, aki összekapcsolja az Ószövetség írásait az Új Szövetséggel. Testvérek, és most jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ez még nem minden. Ő az oka ennek az egységnek, de az egyház a felismerője. A pünkösdi gyülekezet, mely egyetemes gyülekezet, felismeri azt, hogy az Ószövetséget beteljesítette, és hogy minden tudtul adott nekünk, ami üdvösségre szükséges. Ez annyira fontos, hogy ezt felismerték, hogy hiába jött el az Isten fia, ha az ő gyülekezete nem ismeri föl, hiába halt meg a kereszten. Ha nem ismeri fel az egyház, az első kis csoport, hogy minden ember bűneinek bocsánatáért halt meg. Ez a felismerés az egyház műve. Tehát az egyházi a felismerés a Szentlélek kegyelméből, mert maga az Úr ígérte meg, hogy majd elküldi a lelket, és elvezet titeket minden igazságra. Titeket, nem egyéneket, hanem az egyházat. Tehát az én hitem, az a mi hitünkből való részesedés. Ezért vannak a hitvallási formulákban kétfajta formula. Vagy azt mondjuk, hogy hiszek én az egy Istenbe, vagy azt mondjuk, például a keresztségi megújításakor, hogy hiszünk, hiszünk. Ez a kettőn tessék most otthon elgondolkodni. Az én hitem, az egyház hitéből való részesedés csupán. Az első 1000 év, főleg az első 500 év krisztológiai zsinatai ennek a mi hitünknek a története, mely megvédi a mi hitünket egyesek hitétől, amelyek hiányos hitek lettek, vagy zavarosak, amely nem egészen a mi hitünk. Tehát ami az első 500 évvel zsinatokon történt, az az evangélium megvédése. Például Árius tanításáról azt mondta, hogy ez nem a mi hitünk. Konstantinápolyi pap, karrierista, mindenképpen főpap akar lenni, és a császárnak kedvez. És valahogy a császár ideológiában jó mutatott az, hogy Krisztus nem volt Isten, hanem csak magához emelte az Atya. A legkiválóbb teremtmény volt. Hogyne? Akkor nem vagyunk megváltva. Akkor hogy mondhatja, hogy én elvezetlek téged az Isten? Ez akkor az emberiség legnagyobb gonosztevője. Ha Jézus nem Isten, akkor gonosztevő.
Hogy követelhetett ilyeneket? Szüzességet, egynejűséget. A hazugság és az anyagiak bűveletének teljes elvetését. És mindenek felett az ő szeretetét. Testvér, gondolj egyszer bele a mi hitünkbe, hogy az a te hited legyen. És Áriuszt elítélte az egyház, a zsinatok. Ez nem a mi hitünk, ez a te ideológiád. Ugyanígy Nestoriusról, aki a másik végletbe ment, ja, Krisztus annyira Isten, hogy nem is lett igazán emberi, csak úgy fölvette egy emberi testet. Sajnos van ilyen katolikus, aki ezt hiszi. Tehát mint egy így bábot mozgatta, de ő mindent tudó, mindenható, stb. Az, de van emberi természete, és tanul. Van emberi akarata, és van emberi értelme. Tehát a második isteni személy, de két természete van. És a többi eretnekeket mind elvetette az egyház. Testvéreim, aki ezután azt meri mondani, hogy a szeretet a fontos, nem a dogmák, a szégyelje magát. Melyik szeretetről beszélsz? Az, amely nyalja, falja a másikat, utána belerúg? Nem a szeretetet ünnepeljük karácsonykor, hanem a második isteni személy emberélevését. Ez a szeretet. És ami ebbe a szeretetbe belefér, és ezt a hitigazságok védik. Testvéreim, és pontosan az első évszázadok eretnekségei elleni gondolkodás, elmélkedés az Új és Új Szövetség irataim és az egyház közmeggyőződés alapján tudatosította az egyház a saját hitét, a mi hitünket. Minden romlásból áldás fakad az egyházban, még az eretnekségekből is. Mert például Irénéusz, lyoni püspök második században találkozva a gnosztikusokkal, ezek voltak a korabeli New Age-esek. Ez az ezoterikus agyzavar. De keresztény szavakat használtak. De ők egy rendszert alkottak, hogy hogyan bocsátotta ki magából az őslény, a lényeket, és mindannyian istenek vagyunk, ma ugyanez a hülyeség megy, bocsánat. Ez borzasztó. És akkor Irénéusz arra lett kötelezve, hogy ezekkel beszélve a keresztény tanítást egy rendszerbe foglalja. Sose lett volna rendszer a mi hitünk. Ő is összefoglalta. Testvéreim, amíg ez így van, hogy a mi hitünk az egyház hite, amiből én részesülök, addig nincs baj. Hogy amikor megfordul, ott lesz a nagy baj. Eredetileg az én hitem a mi hitünkön belül van. Nem pedig az én hitem, amit megértek a mi hitünkből, meg teológiai földolgozásaim, azt teszem meg egy csoport katolikus embernek a hitével. Testvérem, ez több, mint egy gyilkosság. Elárulás annak, amit Isten adott Krisztus által. Ez rettenetes. Amikor egyesek a saját hitüket kényszerítik rá egy csoportra. Nem. Izrael örökkévaló mennyasszonya, vőlegénye az Isten. És Jézus ezért mondta, hogy itt van a vőlegény. Az egyház az ő mennyasszonya. Az egyház az nem csak egy jogi személy. Testvérek, valami ilyen szabad mondani, az egyház az egy valaki. Mint ahogy az Atya és a Fiú szeretete, az a nagy mi, az a harmadik személy a Szentlélek. És az egyház mélyén az a mi, egy Szentlélektől éltetett alany, ő hisz, ott az egyház mélyén abszolút szentség van. Én csak abból részesülök. Igen, mert az egyház, a mi áll Istennel jegyesi kapcsolatba, az emberi lélek, a megkeresztelt keresztény csak ezen belül. Ezért a keresztségem egyben az egyház tagjává tesz, és az egyházi tagság, a keresztség új életet ad, Isten elé állít. Így tehát a most felolvasott három különböző írás összetartozik, mert az egyház összetartozónak tudja. Ezért maga az egyház az egyetemes magyarázója az írásoknak. És csak azon belül érvényes az én igehirdetésem,
a ti ige hallgatásotok, és a ti egyéni szentírás olvasásotok. Csak azon belül, mint ahogy egy zseniális költő és egy zseniális költőnő szerelmes lesz egymásba, és írnak. Egy harmadik személy, aki kívül van, nem biztos, hogy megérti, ha ők meghaltak, a képeiket. Nem tudja átélni, hogy miről volt szó. Itt mindig valaki szól, Isten szól, a közvetlen emberi gyarló predikációba is, és az egyház fogja. Ez a kinyilatkoztatás, ez egy esemény. És akármilyen töredékes akkor is. Így tehát az egyház a szentírással kapcsolatban szerzői jogokat birtokol. Mert sehol a szentírásban nincs felsorolva, hogy melyek a szentírás könyvei. Azt az egyház állapította meg. Testvérek, és akkor a mai evangélium, a szektások azt mondanák rögtön, de Balázs atya, az írásban benne van, hogy ne hívass magadat tanítónak, meg atyának, téged pedig atyának hívnak, a katolikus egyház tehát megrontotta az írásokat. Persze ez a naív szektás testvérem észre se vette, hogy ezzel ő is tanít. Mégpedig kiszakítva magát az egyetemes egyházból, az egyház ellen tanít. Mi abszurdum. Igaz, hogy az egyház tagjának az írásokhoz kell igazítani életét, de az írások az egyházba jöttek létre, az egyháznak szerzői joga van a Szentlélekben, és az egyetemes zsinatokon, és 2000 évben ugyanazt hirdeti. Itt ez a szektás most mit csinált? Szétszedi azt, amit a keresztény hit lényege, hogy ezek a szövegek Jézus Krisztusban és egyházában állnak fönn. Maga az egyház pedig mindig tanítónak nevezte az igehirdetőket, meg atyának. Szent Pál azt mondja, hogy tanítótok sok lehet, de atyátok én vagyok, mert én adtam a tanításommal életet nektek. Sőt, maga az Úr Jézus mit mond? Aki értem elhagyja apját és anyját, 100 annyi atyát meg anyát kap. Az ősegyházban ezt megtapasztalták, amikor a zsidó család kirúgta a keresztényé vált tagjait, és bárhova ment a római birodalomba, mindenütt talált atyákat és anyákat, akik befogadták őket, mert ez a kereszténység, ez a fajta szeretet. És maga az Úr Jézus mit gondol, hogy nevezte Józsefet, Szent Józsefet? Úgyhogy atyám, nagyon vigyázunk ezzel a kitépet. Ő most a szöveget most akarja így megérteni az egyházon kívül. Ez abszurdum. Igen. Itt csak azt mondja az Úr Jézus, és ez a csak többet jelent, mint a szektás testvér állítása, itt csak azt mondja, hogy te is apa vagy, mert gyerekeid vannak, meg anya vagy, mert gyermekeid vannak, csak ne tarts magadat Atyaistennek. Sőt, a kereszténységben egy érdekes dolog történt, az apa is meg van keresztelve, meg a gyereke is, akkor ők testvérek. Mert egy új életet, az Isten életben részesültek. Tehát nem csak atya, hanem Krisztusban testvér is. Itt Krisztus nem a szóhasználaton lovagol, hanem zsidó módon kifejezi azt, hogy ne nevezd magadat az atyának. Ne tartsd magadat Atyaistennek. Ne tartsd magadat tanítónak és mesternek, csak az egyetlen mesterben és az egyetlen tanításban. Csak az egyház hitének vagy a tanítója, nem a magad szövegelemzéseinek. Tehát a szektás testvérünk épp az ellen vét, amivel meggyanúsítja a katolikus egyházat. Ő egy olyan tanítást ad, amit a katolikus egyház soha nem fogadott el, mert mindig használt az atya szót, a tanító szót, a mester szót. De az egyházban tudták azt, hogy ki az Atyaisten, tőle van minden atyaság, ki a tanító, akinek tanítását őrizzük, és ki az az egyetlen mester. Malakiás azért mond szörnyű dolgokat a korabeli papságra, meg a álprófétákra, mert ott a tanítást kezdték meghamisítani. Az emberek személyére való tekintette, hogy sokan legyenek a templomba. Azt mondta, hogy dehogy is lehet együtt élni a házasság előtt, paráznák, hogy nem, Jézus azt megbocsátja.
Mondj ilyeneket, tekints a mai ember személyére, tele lesz a templom, de kikkel? Nem az egyházzal. És ez az egész kinyilatkoztatás folyamán így van. Jézus korában a Mózes székében ülő farizeusok nem ferdítették el a tanítást. Hiszen még a napkeleti bölcseknek is ők adtak eligazítást, de ők nem jutottak el Jézushoz. Tehát vigyázzunk egy olyan fajta tekintély lejáratással, amit most a liberalizmus akar, lejáratja az apai tekintélyt, az anyát, a lejáratja a tanítókat, azzal, hogy azok is vétkeznek, leráltja a papokat, hogy azok is vétkeznek, bocsánat, nem. A tekintély attól van, hogy Istentől van-e vagy nem. Azt mondja, amit ő üzent nekünk, vagy mást mond. Ha kettős életet él, az az ő bűne. Sokakat tönkretesz, bűnbánatot kell tartani a papnak, annak a hitoktatónak, annak az apának, anyának, de az egyházat nem rontotta meg. Mert mihez tér meg? Az igaz tanításhoz. Testvéreim, nagyon fontos ez. Ma a papok, püspökök, igehirdetők, családapák, anyák életükkel nem igazítják a életüket a tanításhoz, ez bizony bűn. Mindig meg kell térnünk, de egészen más. Megtérni és hozzáigazodni ahhoz az egyetemes tanításhoz, amit őrzünk, vagy meghamisítani a tanítást. Míg egy szektás Isten egy igéjéhez köti az életét, mondjuk egy jehovista, akinek már a neve is egy nyelvtani tévedés, mert itt sosem mondta a zsidó. Ez egy elírás. De lehet, hogy a jehovista testvérünk imádkozik, szeret és jót tesz, ezért üdvözül. De a tanítása mérgezett. Nem menthető az igehirdető kettős élete, ha valóban kettős életet él, de ebből bűnbánatban kiemelkedhet, ha a tanítást megőrizték neki. De ha az egyház a tanítást megrontaná, akkor az egyház, mint forrás lesz megmérgezve, az jóvá tehetetlen. Ezért örülj, hogy az egyházban vagy. Ne akarj olyan egyházat, amely a mai pszichológia szerint irányítja az életét, meg a nagy elméletek szerint, mert akkor elárulna téged, és elárulna Krisztust. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne Atya Istennek tartsátok magatokat, csak Atyának, és őrá tekintve vagy te Atya. És ne az egyetlen tanítónak tartsd magadat, hogy te kitalálj új elméleteket a kereszténységbe, hanem a mesternek, a tanítványnak légy a tanítója. Szent Pál éppen ennek örvend, aminek én is minden vasárnap, hogy Szent Pál igehirdetését, hogy az én igehirdetésemet nem emberi tanításként fogadtátok, mint ahogy nem is az, hanem Isten igéjének. Ezért még azt is mondhatjátok, hogy Balázs atya, még azt is, hogy tanító vagyok, de mindenek előtt az, hogy a testvéretek vagyok. Amen.